Üdvözlégy, Csíksomjói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Íme, kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad ernyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes jó anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy ismét a lelkesítő műsorunkat választották. Mai beszélgető társam a Hiteles Párbeszéd Meghitten, Elekes Szende, pszichológussal látható és hallható, aki a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola oktatója is egyben, és mondhatom, hogy a Szentlélek segítsége által is találkozhattunk a főiskolán egy bizonyos képzés keretében, amelyről még fogunk beszélgetni a műsor folyamán. Kedves Szende, ismerőse neked az az ima, amelyet felolvastam. Ígérem a kedves nézőknek, hogy a második felét, mert ez nem volt teljes, a műsor végén fel fogom még olvasni. Szóval, hányszor láthattad ezt életedben, és igazán hol is találhatjuk meg ezt pontosan? Hát először is én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Fú, hát nem tudom megmondani pontosan, hogy hányszor, 15-ször, 20-szor biztosan. Hogyha jól tudom, akkor ez a szűzanya a kegyszobrának a lábánál így található ez az ima. Pontosan. És hát most, ami így elsőre beugrik ennek kapcsán, vagy így Csíksomjó kapcsán, az sokkal inkább az a felirat, ami az zarándokokat fogadja a kegytemplom előtt, hogy a csíksomjói szűzanya hazavárja gyermekeit. És valahogy ez nekem szimbolikus jelentőségű, tehát hogy Csíksomjó az a hazatérés, meg az otthonosságnak a szimbóluma, vagy az élményét nyújtja. És hát ez az a felirat, amit így a szívemben tovább viszek minden alkalommal, amikor Csíksomjón járok, vagy amikor hát főleg onnan hazatérek, visszatérek a hétköznapokba. A csíksomjói szűzanya hazavárja gyermekeit. És milyen jó, hogy két lakiságod szempontjából külön érezheted magad otthon is, itthon is, otthon, legalábbis, ha fizikailag is távol, minden esetre lelkileg nagyon összekapcsolódva. Én legalábbis úgy érzem, hogy veled kapcsolatban is, és aki onnan származik, az valahogy ezt a kettőséget nagyon mélyen éli meg. Nálad ez hogy kezdődött? Ez egyébként pontosan így van, ahogy megfogalmaztad, hogy otthon is, itthon is, itthon. Ugye 3 éve jöttem át, amikor hívtak dolgozni a Szapienciára, de hogy valahogy ez sose volt számomra egy olyan élmény, mintha mit tudom én, kimentem volna külföldre dolgozni például. Tehát, hogy nem tudom ezt egy lapon emlegetni azzal. Valahogy nem, lehet, hogy ez illúzió, de hogy én valahogy nem érzékelem ezeket a határokat, amik elválasztanak minket, erdélyeket az anyaországtól. És itt sem érzékeltették velem soha azt, hogy nem lennék itthon. Tehát ilyen szempontból szerencsésnek érzem magam. De nyilván azért az otthon az mégiscsak hát Erdély, Székelyföld, Csepri-Szentgyörgy, meg azok a tájak, tehát hogy az a bölcső
Igen, és itt jön a képbe ez a mondat, amit említettem az elején, hogy Csíksomlyói Zsuzsanya az, aki mindig hazavár. Na szóval, hogy én azt gondolom, hogy a Kárpát-medence az a hazám. Uh-huh. És hogy jól érzem magam benne, így a Kárpátokon belül. Igen, Kárpátok gyűrében, mindegy az, hogy Budapesten vagyok, vagy otthon vagyok Erdélyben. Uh-huh. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy nincsen itt ilyen idegenség élményem. Amikor teheted, akkor szaladsz haza? Van egy kis idő. Most nem azt mondom, hogy egy-két nap, mert ugye azért az nem az a távolság. Hát igen, ez a 800 kilométer. Igen, nem. És az az érdekes, hogy azért, ha Európa felé indulunk, ugye azért hát egy pár órát odaérünk, ugye viszonylag egyenletes útszakasz, azt mondom, hogy majdnem úgy megállás nélkül. Azért itt nem olyan egyértelmű, tehát ugye azért nem olyanok az útszakaszok legalábbis, az biztos viszont, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtti minőségéhez képest sokkal jobbak, mert én akkor látogattam Erdélybe, aha, zsinórban 3 éven keresztül mindig a búcsukkor. Azért bizony ott időnként nem tudtuk, hova vezet az út, amin megyünk, tehát meg olyan minőségben. Aha. Viszont maga a lelkület az abszolút ellensúlyozta ezt. Aha, tehát aha. Ilyen értelemben, hogyha van pár nap, kicsit hosszabb időszak, akkor megfordul a fejedben, hogy igyekszel úgy intézni, hogy otthon legyél, és... Na hát mondjuk, hogyha van egy hét minimum, akkor igen, vagy szerencsére a tanügyben dolgozom, úgyhogy azért ez sok előnnyel jár, többek között azzal is, hogy vannak szünetek. De hogy így abszolút így van, hogy mondtad, hogy például 2 hónapja voltam Münchenben, és hát ugyanaz a 800 kilométer. Na pont is. Pont Münchent akartam. Voltam 6 óra alatt, vagy 7, nem tudom, 6-7 óra alatt. Így van. És hát ugye Szentgyörgy is, a szülővárosom, az is kb. 800 km. Pontosan. Viszont nekem már van egy jól bevált rutinom. Igen? Igen, éjszaka a Korona nevű vonattal, amit azért elég sokan ismernek. Igen, mi is. Este felülök, megveszem a rutinszerűen a fekvőhelyes jegyet, és reggel felébredek Szentgyörgyön, úgyhogy minden ismerős meggyőzködöm, hogy így érdemes utazni. Egyébként én is. És átaludva az éjszakát. Kedvelem, és tényleg nagyon Korona barátságosan. Már szerintem 20-30 éve rója ezt az rendületlenül útszakaszt, és hát azt hiszem, hogy nagyon sok szívet összeköt, nem csak helyeket, hanem szíveket is. Látom a búcsúzó szülőket az állomásokon, amikor felültetik a vonatra a fiaikat, lányaikat, akik mennek az anyaország fele, vagy az unokáikat látogató nagymamákat, akik jönnek egy-két hétre ide Budapestre, kicsit babysitterként. Tehát azért azt hiszem, hogy nagyon nagy érzelmi töltete van ennek a járatnak. Az biztos, és milyen szép, hogy említett az, hogy a szíveket, ugye, igen, hogy összekapcsolja. És az jutott eszembe, hogy Korona a neve, hogy önmagában, ugye, mint a szűzanya is visel, ugye, a szűzanya megkoronázása, és még hogyha elég profán, ugye, ez az elnevezés, mármint a hasonlat ilyen értelemben. Mégis most, ahogy mondtad, bennem ez összekapcsolódott, hogy, igen, hogy igen, lényegében... Ugye, áthidalja a távolságokat. Így van. A főváros is a végek között, én igen, így szoktam mondani, hogy én a végekről származom, uh-huh, mert Sepsiszentgyörgy az azért eléggé félre esik, még Székelyföld viszonylatában is, és hát úgy tapasztaltam, hogy a legtöbb anyaországi személy inkább így, hát így legfeljebb Csíkszeredáig uh-huh jut el, de már Szentgyörgyre kevesebben, úgyhogy... Igen, ott az azért bent van rendesen, ugye, az Erdély szívébe, illetve ott már tényleg nagyon közel. Igen, ott a Kárpát közel a határhoz. Hát igen, még mondjuk Brassó, ugye, tehát mondjuk az meg már abszolút a Kárpátok lábánál, tehát igen, tényleg, igen, tényleg ott a másik oldalon már azért más területekkel találkozunk. Igen, és az már azért annyira nem mondanám Székelyföldnek, az már más igen, régió. Így van. Mm. A Kárpát-medence. A szívek összekapcsolódására jutott eszembe, hiszen ugye egy olyan imával kezdtünk, amely nagyon sokak által látott ebben az időszakban, igen, mert hogy most volt pár napja ugye a csíksomlyói búcsú, és az összekapcsolódást, amit azt mondom, úgy érzem, hogy elszakítani nem lehet. A lelki összekapcsolódás nem. Hát még a Szentlélek közbenjárását és annak munkálkodását elfogadni, hát az a legnagyobb ajándék,
Tehát nem is gondoljuk sokszor, olyan magától értetődő egy karácsony megünneplése. Még akkor is, hogyha nem úgy érezzük a vallási tanulmányaink vagy lelkületünk során, hogy esetleg maga megváltás jön majd el, ugye a húsvét folyamán, és ugyanúgy elmondjuk a gyermekeknek, hogy ugye kis Jézus megszületett, ugye, hogy húsvétig milyen utat járt be, legalábbis ugye a Szentírás végigveszi ezeket az állomásokat. És a Szentlélek ilyen szempontból azok ugye a segítsége által, hogy milyen módon tudjuk elmondani az ő feladatát, nem egyszerű ugye átadni, hogy ismerkedik meg vele, olyan megfoghatatlan, érezzük a hatását, tehát csak érezzük a hatását belül. De ugye elmondani, hogy érkezik, hogy veszem észre, hogy munkálkodik, abszolút tapasztalati úton megy. Abszolút. Legalábbis abszolút. Én így érzem. Igen, abszolút. Nálad ez hogy jelent meg az életed során? Hú, hát ez egy komoly fejezet. Sokat tudnék a Szentlélek. Szentlélek és én. Sokat tudnék erről mesélni. Én szoktam mondani egyébként így félig viccesen, félig komolyan, hogy szerintem a mai egyházunkban a Szentlélek a elhanyagoltabb isteni személy, hogyha lehet így mondani. Tehát valahogy sokkal nagyobb hangsúlyt kap a karácsony és a húsvét, és pünkös, mint ahogy úgy valahogy, nem tudom, elvesztődne a többi egyházi ünnepünk között is, és ez nem szabadna így legyen. Egyetértek. A Szentlélek Szentléleknek ott a helye, az Atya és a Fiú mellett. Tehát, hogy hát ő a motorja a mi életünknek. És hát hogy jön a kép az én életembe személyesen? Hát azt elmondanám, hogy én vallásos nevelésben részesültem, meg hát az egyház közösségében, berkeiben nőttem fel, de mégis valahogy akkor vált élővé a hitem, amikor meghívtak egy olyan plébánia ima közösségbe, az Élet a Lélekben közösségbe otthon, ahol ugye a Szentlélekre hát különösen is figyeltek, különös figyelmet fordítottak. Ilyen karizmatikus ima közösségről van szó. És akkor ott valahogy úgy éreztem, hogy mintha úgy felnyílna a szemem, és úgy megláttam azt, hogy élet van az egyházban. Uh-huh. Élet van, hogy erő van, hogy öröm van a keresztény hitben. Uh-huh. És én valahogy ez az öröm nekem addig elkerült a figyelmemet, aki ugye hát hagyományos szentmisét látogató fiatal voltam, kamasz voltam, és akkor megláttam, hogy mekkora erő van a kereszténységben, uh-huh. meg az egységben, a közösségben, az imádságban. Milyen jellegű imádságok voltak ott? Vagy énekek? Vagy az egész? Uh-huh. Mi az, ami megfogott uh-huh. lényegében? Igazából a dicsőítésnek a műfaja, uh-huh. ami úgy szerintem nagyon megérintett, amivel akkor találkoztam először. Tehát, hogy hogyan lehet dicsőíteni az Istent szóban, énekekkel, és hát ugye zenét kedvelő fiatalként azok az énekek nagyon, nagyon megfogtak uh-huh. akkor, és akkor hallottam hát igazából először arról, hogy hát a Szentlélekhez is lehet imádkozni, tehát hogy nem csak a... Csoda felfedezés atyához, egyébként ez, igen. Nem csak az Atyához, vagy nem csak Jézuskához, uh-huh. hanem a Szent Lelket is lehet kérni, vagy hogy be lehet hívni az életünkbe, uh-huh. hogy vezessen a döntéseinkben, legyen a világosságunk, hogy adjon erőt kitartani, hogy adjon békességet. Tehát, hogy ez tényleg egy felfedeztem a spanyol viaszt akkor és ott. És ez ennek már 10 éve. Úgyhogy azóta, hát időnként nyilván ez hullámzott, mint minden embernek a lelki uh-huh. élete, de azért mindig ott van a tudatom, hogy a Szent Lelket, azt nem, ne hagyjuk kioltani. Tehát, hogy anélkül szerintem a keresztény életünk az egy állóvíz lenne is. És ez mostanában, ez leginkább abban nyilvánul meg, hogy mondjuk minden pontosabb munkám előtt, mondjuk még az óráim előtt is, kérem magamban a Szent Lelket, hogy jöjjön is. És
szálljon, tartson ébren. Tehát kezdjük ott, hogy nem egyszer volt, hogy nagyon fáradt voltam, és úgy mentem mondjuk ilyen óra maraton tartani, mondjuk esti tagozaton, tudod, amikor így, nem tudom én, 8 órát le kell nyomni, és akkor így tényleg az volt bennem emberileg, hogy ezt nem tudom, hogy fogom végigcsinálni, igen. És akkor így én tényleg ilyenkor még a Szentlélekre hagyatkozom magamban, hogy akkor most kérlek, Szentlélek, most te tartsd meg bennem, és tartsd meg az órát helyettem. De egyébként a kolléganőkkel szoktunk kihívni. Igen, mondta. Igen. Kérünk, tartsd meg az óráinkat. Szóval én nagyon hiszek ebben, szerintem ez nagyon jó. Hogy ez működik, és azt mondom, tapasztalom is, tehát hogy szinte már ilyen csodaszámba megy, hogy mondjuk bemegyek órát tartani, és akkor így valami történik, és így felébredek, és akkor így visz a dolog. És akkor az áramlat visz. Igen. Visz az tehát, áramlat, hogy ez, igen. Igen, igen. Szóval a Szentlélek pont, amit mondta, nem egy állóvíz. Az felkavarja az állóvizet. Igen, abszolút. Hogy egy ilyen fodrozást okoz, vagy erőteljesebb hullámokat, ugye? Mint amikor kavicsot beledobjuk mondjuk a tóba, és akkor szépen igen, felkavarja az állóvizet, és van az a, még akár egy hömpölygés, az elsodorja, ugye pszichológiában használják, és ugyannak a fogalma, a flow. Így van, hogy elvisz az áramlat. Igen. Na, hova jutottunk ki? Rögtön. Igen, és hogy említetted azt, hogy állandónak érezzük a Szentlélket, és lényegében ugye nem korlátozódik Pünkösdre. Tehát ugye a Szentléleknek nem pünkösdi királysága van ugye a néphagyományok szerint, hanem egy állandó örökké, nem is élethosszig, hát a mi földi életünk, ugye, azt tart élethosszig, szó szerint, hanem az egy örök életű, örök érvényű, tehát mint ez a hármas egység, Atya, Fiú, Szentlélek, tehát értetet elképzelni sem tudjuk, valahogy megértjük, és valószínűleg a megértés az egyszerűen az életünk folyamán zajlik. A Szentlélek, én azért is érzem talán egy picit, ahogy te is említetted, hogy háttérbe szorított, mert az események, amelyek történnek velünk, valahogy kevésbé összekapcsoltak a Szentlélek munkálkodásával. Tehát ugye hálát adunk a Jóistennek, de ugye hát tudjuk, hogy egy személy, Atya, Fiú, igen. Szentlélek. Igen. És ugye a jézusi feltámadás jelenti az öröm vallását. És ugye sokszor az ábrázolás, hogy te is említetted, hogy nem ugye az öröm, tehát hogy élted meg, hogy jöttek azok a zenék, mondjuk jött az a dicsőítés. A formája mennyire más. Igen. És mennyire igen. Különböző nyelven. És ezért csodálatos a Szentlélek, hogy hogyan tudjuk elmondani, kinek hogy, mindenkinek igen, máshogy. Igen, te is talál, keresed az utadat, hogy a vallást, az az élet, ahogy szoktam mondani, a jó hívő is holtig tanul, ugye nem csak a papok. Ugye, hogy találhatja meg a saját útját, a saját eszközét. Tehát valaki, igen, rózsafűzért szeret mondani, vagy az, ami közel áll hozzá, mert akkor tud mondjuk átszellemülni, vagy olyan gondolatokat, vagy úgy tud közelebb kerülni. Valakinek a csend. Ugye a szentségimádásnak abszolút. Is hányféle verziója abszolút, van. Abszolút. Egyébként én ezért szeretem nagyon az egyházunkat, mert ezt már nem tudom, egy papbarátommal beszélgettük, hogy az egyház, meg hát itt most főleg a katolikus egyházra gondolunk, olyan, mint egy virágos kert. És szép hasonlat. És ugye sokféle virág van egy virágos kertben is, és a katolikus egyház most megfér többféle lelkiség is. Ezek ilyen utak, hát ez így fogalmaznám, hogy ösvények az egy nagy úton belül, és ez igazából a Jóisten ismeri a mi személyiségünket, a mi stílusunkat, tehát én az legalábbis úgy képzelem, hogy tudja azt, hogy kinek mi az, ami közelebb áll a szívéhez, igen. És hogy nem egy ugyanazon ösvényt akar mindenkire ráerőltetni, hanem a nagy virágos kerten belül mindenki megtalálhatja a maga kis virágát vagy lelkiségét. És szerintem ezek megférnek egymás mellett. Tehát ahogy mondtad te is, hogy mondjuk lehet, hogy nekem a dicsőítés műfaja az, hogy együtt is hangosan is fennhangul megvan, ez nekem mondjuk teljesen fekszik az én stílusomnak. Viszont például a párom lelkisége sokkal inkább hát így visszanyúlik a, nem tudom, a remete igen. Atyák meg keleti szerzetességnek a lelkiségéhez, tehát ő például bencés oblátus, és ő abszolút így a csendben találja meg a maga útját. Igen. Meg a régi szerzetesség imamódjaiban, meg zsolozsmázásban is.
És ezt látom, hogy, hogy nem, nem kell feltétlenül én erőltetnem pont. A magam útját. Igen. Ez nem jó vagy rossz, igen. Hanem más. Igen, ez más. És mindez megfér az egyházon belül. Ez a csodálatos. Miután minden hajszálunk számon van tartva, ezért tényleg mondhatjuk, hogy a személyiségünk megbőven. Tehát abban, hogy milyen gyurmából, hogyan gyúrtak minket igen, össze, igen. És hogy alakították ki. Tényleg azt mondom, az összes pórusunkon keresztül a mindenféle belsőség, igen. Külsőség, igen, ez, igen, ez mind számon van tartva. Úgyhogy ez is, hogy jutunk el. Igen, teljesen egyetértek. És a lehetőségek, amiket kapunk, ugye, az a Szentlélek ajándéka. Abszolút, igen, az ajándékot azt én is kiemelném most ebből, hogy én sosem, hogy hát, hogyha visszatekintek az életemre, a legtöbb fontos eseményt úgy éltem meg, mint ajándék. Tehát, hogy nem én akartam magamnak, hanem az Isten közeledett hozzám, tehát eleve ez a megtérés élményem is, amit említettem már. Tehát, hogy minden ilyen fontosabb esemény az Isten kezdeményezése volt, hogy az Isten ingyenes ajándéka, és nem az én görcsös küzdelmemnek, vagy erőfeszítésemnek volt a következménye, legalábbis én úgy éltem meg, tehát ilyen minden kegyelem alapon. Tehát eleve azt is, hogy mondjuk elhívtak Magyarországra. Uh-huh. Tehát, hogy én sosem akartam Magyarországra jönni. Uh-huh. Ez milyen érdekes. És valahogy ezt ilyen kihívásnak. Jaj, de jó. Jaj, szeretem végre valaki végre, mert igen, most ezeket a... Igen, most, hogy hallom, ez tényleg ez egy kettős jelentése van ennek a szónak. Én most a kötőjellel írt értelmét használtam, de akár... Igen, én ezeket nagyon kedvelem, tehát itt már többször elhangzottak ilyen kis szó, játék, kapcsolatok. És tulajdonképpen nekem az elhívás jutott egyébként eszembe. Aha. Tehát ugye az elhivatottság érzése, és teljesen jó kiegészíti a kettő igen. egymást. Igen, elhívás is kihívás. Volt olyan az életedben egyébként, amikor nagyon szerettél volna valamit, és az valamiért nem adatott meg? Most csak úgy általában kérdezem. Csak úgy mondtad fordítva, ugye, hogy nem nagyobb, és most tényleg most nagyobb dolgokra gondolok, tehát amihez azt mondom, hogy hosszabb időn keresztül úgy igyekeztél görcsösebben ragaszkodni, és most mindegy, hogy mi, akkor hogy tudtad azt feldolgozni magadban, vagy helyre tenni? Mi az, ami segített? Kerested a válaszokat, hogy miért nem? Egyébként ez izgalmas kérdés. Sokszor éreztem magam így a gondviselés kegyeltjének, sok jó dolog miatt, amit így kaptam, de nyilván, hogy én is többször beleütköztem falakba. Tehát mondjuk gondolok itt egy párkapcsolatot követő szakítás után, hát hogy érzi magát az ember, hát általában nem túl jól, és hát ilyenkor annyira beszűkült a tudatunk, meg a gondolkodásunk, főleg fiatalon, hogy az egyedüli megoldásnak az tűnik, hogy jaj, csak béküljünk ki. Uh-huh. És hát nyilván akkor miért imádkozik az ember, hát hogy béküljünk ki, valami történjen, hogy Isten adj egy csodát. Igen, vagy rögtön ráadásul. Igen, és hát persze mondjuk nem úgy alakult, tehát ilyenbe azért ütköztem én is, és mindig csak utólag jöttem rá, hogy hát nem baj, hogy nem úgy alakult. De hogy akkor helyben persze megélem a frusztrációt, hogy nem vagyok egy ilyen kis, mit tudom én, jó Isten, nem egy ilyen tanítóbácsi, aki elkényezteti a gyerekeit, vagy egy Mikulás, aki így szórja a kis csokikat, hanem hogy igenis beleütközünk falakba is, és nem mindig érthető ez a dolog. És most tudnák, mit tudom én, más példákat is mondani, mit tudom én, hogy nagyon akartam mondjuk annó még egy munkahelyet, és nem jött össze. Tehát, hogy vannak ilyen falbaütközések. Szerintem nagyon fontos az, hogy az istenképünk az ne ezektől függjön. Tehát, hogy ez mindig visszautal bennünket arra, hogy milyen istenképet hordozunk magunkba. Tehát, hogy egy ilyen Mikulás jó Istent, akihez, hogyha könyörgünk, akkor ő rögtön osztogatni fogja a kis csokikat. Vagy elfogadjuk azt, hogy Isten azért szuverén is, és ő jobban tudja, hogy mit akarunk. Még akkor is, hogyha akkor helyben nyavajgunk és hisztizünk, mondjuk magamról beszélek,
De hogy utólag mindig jó így elfogadni az Istennek az akaratát, hogy biztos ő jobban Igen. tudja. Rend a rendezetlenségben. Nem Igen. látjuk, hogy hova megy, hova fajul, és mi az, ami kapható, és mi az, amit érdemes kapni. Amikor hallottam egy olyan rész, mondjuk fogalommagyarázatot pont az írgalommal, meg a kegyelemmel kapcsolatban, hogy írgalom, ugye, hogy nem kapjuk meg mondjuk azt a büntetést, amit megérdemelnénk, és ugye a kegyelem, hogy ennek ellenére megkapjuk azt az ajándékot, amit meg nem érdemelnénk meg. Nagyon érdekes. Tehát, hogy itt pont benne van ez a kettőség igen, itt is. Igen, szóval, igen. Valahogy ez az ajándék elfogadás. Ami úgy érzem egyébként, és ahogy beszélgetünk, pont ez a fajta sugárzó személyiség, amit én érzek felőled, az mindezt a nyitottságot jelenti. Tehát, hogy én úgy érzem, tehát, hogy azért lehet befogadni ezeket az ajándékokat, ezt a saját életemre is mondom, és az alapján, amit te mondtál, tehát akkor lehet befogadni, hogyha nyitottak vagyunk rá. Tehát, ha nem zárkózunk be ugye a saját mondjuk elhagyatottságunkba, vagy szomorkodásunkba. Igen. Tehát, hogy te is megélt ezeket az ajándékokat. Igen, meg így a nehéz pillanatok kapcsán az nagyon fontos szerintem, hogy ebből ne zárjuk ki a Jóisten. Tehát, hogy miután mondjuk lejár a lázadásnak, vagy lecseng a lázadásnak a fázisa, akkor, hogyha mondjuk elveszítettünk valamit, vagy valakit, akkor nyilván természetes reakció az, hogy dühösek vagyunk, vagy akár feltesszük a kérdéseket az Istennek, hogy ez most miért. De azt gondolom, hogyha ez egy kicsit lecseng, akkor fontos az, hogy az Istennel együtt éljük meg ezeket az élményeket, tehát hogy ne egyedül akarjuk feldolgozni a veszteségeinket. Igen, és milyen jó, hogy soha. Be. Igen, és milyen jó, hogy soha nem vagyunk egyedül. Még akkor is, ha fizikailag egyedül vagyunk. Egyedül Igen. vagyunk, de nem magányosak, ugye? Ez két különböző fogalom. Igen, abszolút. Jól tudom, ugye? Abszolút. Igen, abszolút. Az egyedül lét az messze nem olyan negatív, kicsengésű fogalom, mint a magány. Tehát lehet valaki egyedül és nem magányosan, Igen. mondjuk megéli a közösséget az Istennel, és lehet valaki társaságban, körbeveti ott sok-sok ember, és mégis magányos. Hát a mai embernek ez, Igen. azt gondolom, hogy ez egy komoly drámája, vagy tragédiája, ez a közösségben megélt magány. Igen, igen, és főleg, hogyha nem akarja tudomásul venni. Tehát, hogy majd még ahogy, hogy kibékülni és tovább venni, hogy még próbáljuk meg azért együtt, még fejlesztük valahogy, vagy hát, ha sikerül, vagy ugye mondjuk akár egy párkapcsolattál, hogy meddig van az. Igen. És ugye mennyivel egyszerűbb, tehát nekünk ez a kapaszkodó, és most eszembe is jutott, hogy a kapaszkodó szóval kapcsolatban egy olyan cikk, amit olvastam a Magyar Kurírban, és veled készült. És a gyász feldolgozásával kapcsolatban kérdeztek téged. Egy nagyon, nagyon szép kerek, nekem nagyon, nagyon teljes, és azt mondom, hogy lelkileg feltöltődést jelentett. Olyan szempontból ugye, hogy a gyász az hát egy hatalmas fájdalom ma jár, főleg, hogyha nagyon közeli, ugye, akit elvesztettünk, és mégis ott az a kapaszkodó nekünk, tehát akiknek fontos a hit, és maga a Jóisten, vagy a Szent Háromság ilyen értelemben, hogy ott nyitottnak lenni, amikor te is mondtad, nem bezárni, nem elfordulni. Igen, tehát nyitottnak lenni. Igen. Horizontálisan és vertikálisan. Igen, ez is milyen jó szemléletes. Én legalábbis nagyon kedvelem az ilyen szemléletes dolgokat, mert ez szépen mutatja, és sokszor azt mondom, hogy ábra többet mond ezer szónál. Nagyon megfogott ez a gondolat, amit említettél a pároddal kapcsolatban, hogy ugye ő az elcsendesüléssel kerül közelebb, vagy érzi magát közelebb a Jóistenhez. Az jelenti számára a lelki megnyugvást. És azt éreztem belőle, hogy ugye mondtad, és az erőltetés. Tehát lehet, hogy voltak benne próbálkozások, nem tudom, lehetséges. Az elmondásod alapján úgy éreztem. És valahogy ez átváltott egy ilyen elfogadásba, vagy talán tisztelted az ő választását. Tehát azt a módot, ahogy ő közelebb tud kerülni. Ezt hogy tudtad elfogadni? Mi volt benne
az a gondolat, ami segített. Uh-huh. És miért volt ennyire fontos? Azzal, hogy ő feltöltődik, azzal tölti a kapcsolatot is akár? Tehát volt benne egy ilyen segítség? Vagy hogy lehet ezt az elfogadást valahogy könnyebbé tenni, amikor valakinek más lesz jó? És ugye ez most általában párkapcsolatra is. Hát ez marha nehéz. Ez nehéz amúgy. Tehát, hogy ez személy szerint, hogy magánemberként ez egy nehézségem, vagy hát így folyamatosan küzdök ezzel, és reflektálok magamon, hogy dialógusra törekszünk a másik emberrel, uh-huh. és hogy nem kell a másik embert a saját képmásomra formálnom. Tehát, hogy nem én birtokolom a nagybetűs igazságot, uh-huh. hanem ugyanúgy a másik is. És ez nekem nagyon nehéz, amikor ezek a különbözőségek ütköznek, mondjuk említettük itt ezeket a lelkiségbeli különbségeket, igen. de itt gondolhatok akár, mit tudom, ilyen ideológiai különbségekre is. Soha, tehát mondjuk igen. politikai nézetkülönbségekre például, meg más ilyen világnézeti különbségekre. Na most ez azért nem könnyű, amikor ütközik, és nekem személy szerint szükségem van arra, hogy elfogadjam azt, hogy nem én birtoklom az igazságot, és neked is lehet igazad. Uh-huh. És szerintem én azt gondolom, hogy az érettségnek ez az egyik kritériuma, hogy tudom magamban integrálni a különbözőségeket, vagy az ambivalenciákat. Tehát azt mondom, hogy két uh-huh. dolog megfér egymás mellett, mindkettő lehet igaz. Uh-huh. Tehát és most, hogy nem is okoz feszültséget. Tehát igen, és okozott, és de hogy ez megférhet egymás mellett. Uh-huh. Megférhetnek uh-huh. egymás. Szerintem annyira bonyolult a világ, uh-huh. hogy másképp nem tudom, hogy hogyan működhetnének mondjuk akár emberi közösségek. Vagy mondjuk egy gondolkodó ember nem hiszem azt, hogy a világot láthatja fehérnek vagy feketének. Mert mindig ott van mind a kettő. Uh-huh. Tehát most, hogyha komoly társadalmi problémákra gondolok, amik ugye aktuálisak, tehát itt is egyszerre kell mind a két oldalt szem előtt tartani. Tehát gondolok például a migráció kérdésére igen. is. Hogy szerintem ez nem lehet fekete vagy fehér uh-huh. ez a dolog. Szürke valahány árnyalata, és akkor ebben nem megyünk most jobban bele. Igen, 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 igen. Igen. És ugyanez a párkapcsolatban is, hogy együtt élhetünk ezekkel a, hát nem túl nagy különbségekkel, mert ugyanakkor a túl nagy uh-huh. világnézeti különbözőség az már összeférhetetlenséget okoz. Igen. És ez lehet, hogy ez a széthúzást fogja erősíteni, igen, kevésbé igen, az összetartást. Igen. A túl nagy a... Igen, 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 igen. Túl nagy a lépés. Szóval ott... És főleg, hogyha mondjuk hit nélküli, akár mondjuk egy ateista, mondjuk egy mélyen hívővel találkozik, és mondjuk egy vonzalom. Mert a vonzalom, hát annak nem nagyon tudunk parancsolni. Tehát ugye ez automatizmusa. Ugye utána jön az a többszintű szeretet, ami segíti ezt valahogy ugye kordában tartani. Igen. És hogy miért is mondom én ezt egyébként leginkább, mert nálatok, meg hát ahol mi voltunk még a no férjem, vagy hát akkor ugye a vőlegényemmel, ahogy szoktam mondani, volt vőlegényemhez ment a feleségül. Ő meg elvette a volt mennyasszonyát. Szóval ott is Pap Miklóst hallgattuk. És nálatok is, amikor a jegyes oktatás, mert ugye itt mi lényegében akkor találkoztunk igen, a Szapiencián, a jegyes oktató képzésén. Uh-huh. És ugye ott hangzott az el, hogy melyek azok a fundamentumok, amely mellett nagyon kritikus, ha elmegy az ember. Tehát ha az alapján, ugye értékrendi kérdések, tehát ott is két-három olyan dolog, ami a, ugye egyrészt a maga a vallásossági kérdés, pont az ideológia egyrészt, mondjuk ott azért vannak, úgy érzem, ilyen puhább tényezők, a munkához való hozzáállás, mondjuk a becsületesség kérdése. Na tudom, jól megtanultam. Igen, ez nagyon bennem maradt, pont azért, mert mikor mi is itt most már a jegyes oktatást elkezdtük a plébánián, annyira éreztem azt, hogy amikor ott is elmondta, és mi ott ültünk a férjem, vagy hát a vőlegényemmel a jegyes oktatáson, hogy annyira jó volt, hogy pipálhattam ki, hogy akkor ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan, jött egy vonal, ugye Pap Miklós atya húzott egy vonalat, és a jó hír micsoda, hogy a többi tanulható. Ó, mondom, de jó, hát akkor lehet fejleszteni. És lényegében én gyanítom pont azzal, hogy ugye a te párod is ugye mélyen megéli a világnézetéből fakadóan, tehát a hitét
ápolja, gondozza és ugye fejleszti. Hát ezáltal ugye egy hatalmas lépést már tettetek, tehát hogy a választásod, a te meg az ő, tehát a közös választásotokat, nyilván gondolom, hogy meghatározta ezt legalábbis. Igen, abszolút. Köszönöm, hogy mondod, tehát a világnézeti hasonlóság az nagyon fontos, tehát kutatások szerint is egyik fontos bejósló tényezője a párkapcsolatok. Bejósló tényező? Hát ilyen prediktora, hogy csúnya szót használjak idegen szóval, a párkapcsolat és a későbbi házasság sikerességének. Tehát az, hogy egy oldalon álljunk, vagy egy táborban, ha úgy tetszik. Tehát, hogy a fontosabb kérdésekben legyenek hasonló attitűdjeink. Tehát ez egyébként tényleg marha fontos. Én ezt úgy fogalmazom, hogy egy irányba nézzünk. Tehát, hogy ne csak egymást nézzünk, hanem egy irányba nézzünk. Igen, én is kedvelem ezt a hasonlatot. Tehát ez így a fő csapás irány ez. Viszont ebbe azért belefér az, hogy nem kell mindenben egyetérteni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez valahol érettség vagy intelligencia kérdése is, hogy ezzel így együtt tudunk élni, hogy mindenben nem értünk egyet. Igen. Ez inspiráló is lehet adott Abszolút. Esetben. És pont, hogy a tanulható, amikor a kommunikációt Abszolút. Hozzáveszem, akkor lehet, hogy valami nagyon jó harmadik megoldás születik. Tehát, hogy az érvek Igen. ütköztetése. És hát nem kell egyformának lenni. Jaj, ne, az egyformaság az unalmas. Tehát én azt gondolom, Igen. ez egy nagy felfedezés ez is, hogy a másik más. És hogy milyen szép a magyar nyelv, hogy más, szép. Más, igen, igen. másik. Igen. Valaki, ez így benne van. Én mondjuk Szépen. Láttam olyan házasságukat, mondjuk nagyon nem sokat, nem uh-huh, sokat. Uh-huh. Nyilván nagyon intelligens emberek között, tehát tanárok voltak, azt hiszem mind a két fél, hogy az egyik fél gyakorló katolikus, a másik a férj ateista, és leéltek egy életet szeretetben. Tehát vannak erre példák, én azt gondolom, hogy intelligenciával ez működtethető, de nem ajánlom senkinek azért, hogy ez minden esetben így működni fog, mert azért szomorú példákat is tudnék mondani erre, ami az ellenfogadás, a másik ellenfogadásából származik. Igen, igen, és főleg a tisztelet. Hát tehát, igen, hogy a másiknak, tehát hogyha mondjuk a feleség vagy a férj, ő közösségbe jár, igen, szerepet igen, vállal, segít, támogat, tehát sok közösségben lehet látni egyébként, hogy a házastársa. De hát lehet, hogy vallásos, csak nem tehát hogy hittel rendelkező, de azt mondja, hogy ő másképp éli meg. Tehát sok helyen egy-egy főt lehet látni ugye házaspárokból is. És ugye mennyire jó lenne a közösséget úgy formálni, hogy példaszerűen legyenek ott házaspárok. Igen, igen, igen. Egyébként ez lehet, hogy a kapcsolat, vagy a házasság első fázisában még hát még szőnyeg alá söpörhető, hogyha úgy tetszik, de mondjuk később valószínűleg elő fog jönni, mint probléma, mikor mondjuk arról van szó, hogy a gyerekeket meg kell keresztelni, közösségbe kéne vinni, be kéne vezetni az egyházba. Igen. És akkor ugye mindez a feladat, mindez a hát teher, akkor csak az egyik fél vállán fog maradni. Igen, igen. Úgyhogy ez később előjön. Azzal, hogy te itt vagy, lényegében Budapesten, ugye a főiskolán, ugye említettem, hogy fizikailag távol kerültél Sepsiszentgyörgytől és ugye Erdélytől, mégis valami olyan szakmaiság, mert ugye pár éve vagy végül is itt, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy te most 5-10 éve mondjuk, hát mondjuk annyira, hogy nem is lehetne, mert akkor még se születtél, hogy nagyon régóta elszakadtál volna. Tehát gyanítom, hogy ezek a kötelékek, akár amit ott ugye, hogy tanult, tehát ott végezted egyébként a Igen, Kolozsváron végeztem, és ott is éltem egy, hát közel 6 évet amúgy. Ja, értem. Úgyhogy ez a váltás, ez azért sem volt olyan nagy, mert végül is Kolozsvár után, hát egy év megszakítással, de hogy majd, hogy nem Kolozsvár után jöttem ide Budapestre, úgyhogy nem éreztem ezt egy akkora nagy szakadéknak. Értem. Tervek között szerepel valami fajta olyan szakmai együttműködés, ami még segítheti a te hazalátogatásodat és az ottani összekapcsolódást? Milyen jellegű célok vannak most? Egyébként nem mondom, hogy ez már kikristályosodott kapcsolat, de hogy mindenképpen folyamatban, alakulóban van. A kolozsvári teológiai fakultással van egyfajta ilyen testvérkapcsolata a főiskolának. Egyébként én ott is végeztem egy képzést, pasztorális tanácsadói képzést, tehát hogy viszonylag ismerem az intézményt, meg az ott tanító tanárokat. Tehát velük van egy ilyen testvérkapcsolat.
ami az Erasmusos mobilitásokon is megnyilvánult, tehát hogy most már én is úgymond, hát voltam, és még tervezek menni Kolozsvárra. Nekem ez is egy hazatérés egyébként ott lenni. És hát ők is jönnek hozzánk, mondjuk átlagban egy fél évbe egyszer. És most felmerült, hogy egyébként ezt az általad említett jegyes oktatói képzést hát jó lenne megtartani Erdélyben. Jó hangzik. És talán pont a Kolozsvári Egyetem hát adna valamiféle keretet, hogy ezt megtarthassuk, Erasmus keretén belül egyébként. Igen. Hát picit így összevont a formában, nyilván nem hat pénteki napon, hanem egy, mit tudom én, egy hosszú hétvégén, vagy ilyesmi. Azt hiszem, hogy ebben látunk missziót, itt most beszélhetek a kollégáim nevében is. Igen. Hogy van értelme. Van, hát az egy nagyon jó csapat, én azt mondom. Most már itt azt mondom, hogy személyesen, hát ugye azt a 3-4 embert ismerem, akik ugye magot alkotják lényegében. Igen. Remek szabad egyetemi sorozatotok is van a szapienciáról, ugye minden, tehát ilyen házassági, párkapcsolati kérdést, teológiai érintettség, ugye, és maga a pszichológia és a pszichológia hit együttműködése, hogy mennyire jól tudja egymást kiegészíteni és erősíteni, hogy amennyire én elképzeltem, hogy időnként, hát lehet, hogy vannak olyan elvek, mondjuk módszerek, ami lehet, hogy egy kicsit ellentétes, ugye, hogy előfordulhatnak olyan fajta, mondjuk konfliktusok, és mégiscsak ott van mindenhol mögötte, tehát, hogy annak, hogy a pszichológia kialakulása, és a lélektan, és mondjuk, hogy a Szentlélek is ezt milyen szépen formálja, hogy mennyire összhangba hozza ezeket a dolgokat. Én egyébként nagyon meglepődök azon, amikor így szembeállítva látom ezt a két területet, tehát most gondolok a pszichológiára és a hitre, vagy a vallásra. Sokszor beleütközöm ebbe, de én sosem mozogtam olyan területeken, ahol ezt tényleg élesen megéltem volna, ezt az ellentétet, és itt is hangsúlyoznám ezt az integrálásnak a fogalmát, tehát, hogy itt is, én azt gondolom, hogy lehet integrálni ezt a két területet, mert más lélekfogalommal operálunk. Tehát, hogy a pszichológia az nem a halhatatlan lelkünket célozza meg, hanem a pszichénket. Tehát ezért én jobbnak találom a psziché megfogalmazást, mint a lélekről beszélni. De a psziché az ugye az a részünk, ami nagyon szorosan összefügg a biológiai működésünkkel is, ami leképezhető akár az agyműködésünkben is. És hát az ember egész pszichoszomatikus valóságával foglalkozik a pszichológia. De én például azt már határátlépésnek találom, hogyha mondjuk a halhatatlan lélekkel akarnánk foglalkozni, ami már inkább a teológiának a tárgya. Igen. Viszont ugye a spiritualitás, most azért a legtöbb személyiségmodell, ezek a modernebb személyiségmodellek beszélnek az ember spirituális dimenziójáról, ami nagyon érdekes nyitásnak számít. Tehát, hogy egyáltalán figyelembe veszik ezt, hogy van az emberben egy valamiféle cső, ami valami magasabbra irányul, mint ő maga. Aha, tehát így elképezik? Így elképezik, hát az emberben. Mit tudom én, a személyiségmodellekben általában ugye szerepel a testi dimenziunk, a pszichés dimenziunk, vagy szellemi, intellektuális dimenziunk is, és nagyon sok modell beszél mostanában úgynevezett spirituális dimenzióról, ami nem jelent természet feletti, megfoghatatlan fogalmat, tehát ne gondoljunk erre, tehát még ez sem a halhatatlan lélek, egyszerűen csak arról beszélnek, hogy van az emberben valami, ami nyitottá teszi őt, vagy fogékonyá teszi őt a transzcendens fele. Igen. És ez ugye mondjuk a Freud idejében még azért meglepőnek számított volna. És szerintem az a probléma, hogy sok ember a pszichológiát azonosítja a Freud féle. Az valami nagyon belénk kívódott, tehát a laikusokban is ezek a szállóigék, hogy igen, ez egy freudi elszólás volt, igen, ez egy, nem tudom, annyira beleívódott, és hogy bizonyos szintek magyarázata eseményekre. Úgyhogy a pszichológia azért sokkal, sokkal több, tehát messze nem egyenlő a pszichoanalízissel. Nyilván, hogy ez egy klasszikus irányzatnak számít, de hogy
de hogy nem szabad ezt a tehát nem szabad ebbe a redukció hibájába esnünk. Igen, ez milyen érdekes így, hogy külön lehet választani. Ez most nekem legalábbis megfoghatóvá tette ezt a fajta megkülönböztetést. A jegyes oktatásra visszatérve, mert hát valahogy ebben élek egyrészt manapság, és lényegében az az érdekesség, amit mondtál, hogy exportálni kellene a jegyes oktatóképzést. Ez bevallom, hogy nekem egy nagyon, nagyon kedves gondolat és lehetőség. Igen, abszolút. Én szerintem a jegyes oktatói képzés a mostani formában egy nagyon jól működő képzés. Ezt most elfogultság nélkül próbálom objektíven, amennyire lehet. Én úgy veszem, mert... És itt most két erősségét fogalmaznám meg. Az egyik, amiről beszélgettünk, hogy a nagyon jól megmutatkozik benne a teológia és a pszichológia párbeszéde, vagy együttműködése, vagy az, hogy az egyik rá tud erősíteni a másikra. Tehát, hogy mondjuk délelőtt szó van a párkapcsolat, házasság, hát horizontális dimenziójáról, mondjuk pszichológiai megközelítésben, és akkor jön a teológus Pap Miklós szemében, és erre ráerősít teológus szemszögéből. Tehát, hogy szerintem ez nagyszerűen megnyilvánul. És ő is nagyon érthetően. Igen, és ő is nagyon életközelien egyébként. Tehát, hogy ez a teológia, ez nem egy elvont teológia, ami valahol ott és szótár szükséges hozzá, hogy még tudjuk is, hogy mi mit jelent adott esetben. Hanem ez nagyon szorosan kapcsolódik az életvezetésünkhöz. És a másik erőssége az interaktív, az a nagyfokú interaktív elem, amit tartalmaz. Tehát az, hogy mi ezt kitűztük célul, hogy nem szeretnénk ilyen előadásokkal untatni senkit, tehát hogy a frontális előadás az, mit tudom én, legfeljebb 20-30%-ot tegyen ki az egész képzésből, és minden egyéb az tapasztalati tanulás útján történjen. Tehát ugye ez egy felnőtt képzés, felnőtt résztvevőkkel, akik nem üres lapként vannak jelen, és azt gondolom, hogy a tanulás nagy része az csak így a tapasztalati a tanulás révén történhet. Felnőttek esetén, akkor, hogyha bevonjuk őket, ha ők maguk kipróbálnak játékokat, gyakorlatokat, párban, csoportban, és ennek egy indirekt gyümölcse volt az, hogy ez ugye háromszor tartottuk ezt a képzést, és minden alkalommal egyfajta közösség kovácsolódott, anélkül, hogy mi ezt célul tűztük volna, de hogy ugye a közös munka révén összekovácsolódtak az emberek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt minden képzésnél szem előtt kéne tartani, főleg a felnőtt képzéseknél, hogy amennyire lehet interaktívan. Igen. És hogy minden képzés, még egy műsorunk vége fele, egy nagyon fontos kezdeményezésre szeretnék rákérdezni, mert örömmel olvastam az interneten, és az előbb, hogy említettem ezt a hogy képzést, hogy hol lehetne, mert ugye végül is a család alakulás csak valahol a párválasztása. Ugye mondhatjuk, hogy azért ugye a társadalmunkat tekintve szabad választáson alapul a párválasztás. Tehát normál esetben nem kényszerít senkit. Ugye az, hogy érdekkapcsolat, az most tegyük félre. Tehát, hogy szabadon választhatjuk meg ugye a párunkat. Elkezdtetek ti egy olyan lelki gyakorlatot. És azért ott is, hogy nem a közösségformálás volt a cél, mert ugye műsor előtt beszélgettünk erről, amely ugye az egyedülállóknak, illetve a pár találóknak reméljük, így kedvelem hívni, hogy találják. Igen, mert elmegyek pénzt keresni, és mondom, nem pénzt keresni, inkább pénzt találjunk, tehát amikor elmegyünk dolgozni. Ez már a reménynek. Ez már a remény, igen, abszolút a pozitív sugallat. Erről röviden, ha tudnál beszélni, hogy mi hívta életre, és eddig mi a tapasztalat? Mert ugye ez annyira friss, ha jól tudom, hogy ugye most élénkül, fejlődik a dolog. Igen. Hát tavaly évvégén keresett meg Peregrin atya, aki a Mátra-Verebély-Szentkúti zarándok központnak az igazgatója, hogy szeretnének egyedülállók számára szervezni valamiféle lelki gyakorlatot, és abban szeretett volna beszervezni, és hát be is szervezett. És hát ez egy első próbálkozás volt, mert például gyermekre vágyó házaspároknak már korábban is szerveztek náluk lelki gyakorlatot, de egyedülálló számára most először februárban tartottunk egy hétvégét, és hát
senki nem számított arra, mi sem a hát előadótárs vagy képzőtársammal, vagy ahogy tetszik, és a házigazdák sem, hogy 60-an fognak jelentkezni. Asza. Egyébként ez látszik, hogy iszonyat nagy igény van az ilyen jellegű programokra, nagyon nagy a szomjúság az iránt, hogy válaszokat kapjanak a kérdéseikre, és ugyanakkor szomjúság az iránt, hogy kapcsolódjanak a többi emberhez, hogy közösségben legyenek is. És én azt gondolom, hogy ez a hétvége talán mindkettőben segített. Tehát abban is, hogy válaszokat kapjanak is, és abban is, hogy egy remek közösségre leltek, vagy hát nem nevezem közösségnek, mert ugye utána szétszélettek, de sokan tartják a kapcsolatot azóta is. És még párok is alakultak egyébként, mert ez sem volt így megcélozva. És hát ennek tervezünk most egy folytatást júniusban, mivel hát a részükről jött a kezdeményezés egyébként, tehát ugye ezt sem mi akartuk, hogy legyen valamiféle utánkövetéses alkalom. Mit is mondtál alkalom. A műsor elején? Hogy ugye minden ajándék, igen, tehát hogy nem te gondoltad, igen. vagy szeretted volna, hanem az úgy jön. Jön. Ugye? Hogy... Igen, én ezt szoktam mondani, hogy a hivatás az, ami kívülről jön és megkeres. Megkeres, igen. És hát most is a résztvevők felől érkezett ez a kérés, hogy hát legyen még egy találkozás, uh-huh. és akkor a Peregrin atya június végén erre ad keretet. Jól olvastam, és fel is írtam magamnak, hogy sebzettség és remény. Ugye? Igen, ez volt a februári. Ez volt a februári. Februári alkalom. És ugye, ha nézem itt a korosztályt, ugye 25 és 43 év közöttieket, úgy nagyjából nyilván plusz-minusz gondolom valahogy belefér, ugye azért elég komolyan látszik, mondjuk azért főleg itt egy 30-40 éves korban, hogy azért valamilyen múlt van. És ugye itt már lehet családi múlt is. Ezt jól érzem, vagy pedig olyanok vesznek részt inkább, akik még addig nem köteleződtek el, és tervezik. Tehát adott esetben van, akik egyedülálló szülőként megy erre a lelki gyakorlatra, vagy ez annyira nem jellemző? Egyedülálló szülő nem volt, viszont elvált volt. Az elvált az igazság, volt. Hogy ezeket a kritériumokat nem mi szabtuk meg Imrével, akivel tartottuk a lelki gyakorlatot, hanem a házigazdánk, tehát az életkori határokat is, illetve ezeket a bemeneti kritériumokat is. Világos. Valamilyen homogenitás, én azt gondolom, hogy egy ilyen, gondolom főleg nagy elemek, vagy sok elemben önismeretre is, tehát olyan számít önismeretre, hogy ezeknek a feldolgozása lényegében, az elfogadás, hogy a múltam tisztázása, és itt... Igen. Hát próbáltuk ezt a két pillért hangsúlyozni, tehát hogy azért összeszedtünk sebzettségeket a kapcsolódási próbálkozásainkban, vagy a kötődésünk sérül, de ugyanakkor... nagy hangsúlyt fektettünk az önismereti munkára is, tehát hogy ez az én veszőparipám, hogy picit nézzek magamba, hogy mik azok az akadályozó tényezők bennem, vagy mondjuk azok a visszatérő viselkedés minták, amik megátolnak abban, hogy mondjuk sikeresebben ismerkedjek. Tehát hogy ezeken fontos reflektálni, és februáron ezekre fektettük a hangsúlyt. Igen, megspróbálni, most meglátjuk, még nem nagyon lehet. Júniusban, még nem árulom. Jó, helyes. Gyakorlatnak fogunk teret adni most valószínűleg többen. Olvastam egy idézetet, amelyet Száva Péter brassói vallástanár idézett egy olyan oldalon, ahol neked is megjelent egy írásod. Ó. A fiatal gondolkodók, vagy... Fiatal vagyok és gondolkodok. Igen, azt hiszem, hogy ez a keresztény szónak egy rovata, az ottani katolikus heti lapnak egy rovata. És nála azt olvastam, hogy hogyan is tudnám leírni annak a házasságnak a boldogságát, amelyet az egyházban kötöttek meg. Micsoda kettős fogat. Két hívő, de egy remény. Egy vágy, egy életforma, egy szolgálat. Nincs elválás sem lélekben, sem testben. Ahol egy a test, ott a lélek is egy. Tertullianus latin egyházi írótól származik az idézet. Nagyon szép. És amikor veled olvastam ott a cikket, akkor, vagy rólad, akkor teljesen váratlanul, ugye? Váratlanul megint csak oda keveredtem ehhez az idézethez is. Szende, nem jutott még sok mindenre időnk, úgy érzem, úgyhogy szívesen veszem és visszavárlak, főleg azért, hogy például ennek a lelki gyakorlatnak is hogyan folytatódik a pályafutása, és
kérem a Szentlélek áldását, hogy munkalkodásodban és elhivatottságodban támogasson, és egész életedben töltsön el mindenféle kegyelemmel, mert azt hiszem, hogy a nyitottságod az nagyon stabil rá, és nagyon, nagyon szilárd az elkötelezettség. Úgyhogy ígéretemhez híven, kedves nézőink, felolvasom a második felét az imának. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben. Ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolóm és halálomkor vigasztalóm. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is követték műsorunkat. Reméljük, hogy legközelebb is találkozunk. A Jóisten áldja mind nyájunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!